Élvonalbeli futszálosaink a sikeres kezdés után Pécsre utaznak, az újonc PTE Peac otthonában lépnek pályára a második bajnoki fordulóban. Vezetőedzőnk az első meccs tapasztalataival felvértezve készíti fel a fiúkat a párharcra. Tuesday we start our preparation for the second match. We start with recovery. The guys who don't play many. Kedden regenerációval kezdtük a felkészülést. Azok a játékosok, akik nem voltak sokat pályán, vagy nem voltak keretben az erőnléti edzőnkkel edzenek. Szerdán pedig elkezdjük a felkészülést a meccsre. Megkaptam a videót, hogy tanulmányozhassam az ellenfelünket. Nem tudok róluk sokat, mivel most jutottak fel az MB2-ből, és én még új vagyok, ezért sokat kell készülnem. De a saját teljesítményünkre kell koncentrálnunk, mivel még csak az elején vagyunk. Ismerem már a srácokat. Tudom, hogy javítani kell a labdabirtoklásunkon, a támadáson, a védekezésen, a berugásokon. Persze, tanulmányozni fogjuk az ellenfelet, de a saját teljesítményünkre kell koncentrálnunk. Keményen edzünk, hogy javítsunk a dolgokon, főleg az első mérkőzés hibáin. Erre koncentrálunk, és reménykedem a fejlődésben, hiszen nincs túl sok időnk, hogy csapatként jobbá váljunk. And hope to improve because we don't have too much time to be better as a team. Fiatal állóőrünk Homlok Levente szerint újabb 3 pont megszerzése lehet csak a célunk. Úgy készülünk rájuk, mint más csapatokra, tehát csak saját magunkkal foglalkozunk, a saját játékunkra fogunk koncentrálni. Védekezésben szeretnénk javulni, nem szeretnénk 4 gólt kapni. De Isten igazából az a lényeg, hogy több gólt rúgjunk, mint az ellenfél, az előző mérkőzésen ugye sikerült. 3 pontot már ugye az első fordulóba begyűjtöttünk, a Pécs vereséggel kezdett, de mindenképpen mi is a 3 pontért utazunk Pécsre. Bajnoki címvédőként ez az elvárás, nem is lehet ez másképp. A szezon első idegenbeli mérkőzésén a Pécsi Tudományegyetem dr. Papp Gábor sportcsarnokában lépünk pályára, augusztus 18-án, pénteken 19 órakor. A találkozót szurkolóink élőben követhetik YouTube csatornánkon. A közvetítés a PTA Peac közreműködésével jön létre. Hajrá, Hali!